Szépen, hogy itt vagytok, és akkor jönnek a kérdések természetesen. Valamilyen szinten már egy-két előadásban érintették ugye az előadók, hogy például mi kell ahhoz, hogy valaki jó szállítmányozási ügyintéző legyen. Itt megadjuk a lehetőséget ugye a kvartett egyetlen hölgy tagjának, hogy ő kezdje. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát a Marcsi megelőzött bennünket, mert ő nagyon sok mindent elmondott arról, hogy végül is mi az, ami fontos ahhoz, hogy valakiből jó szállítmányozó lehessen. De hát ettől függetlenül én azért csak összefoglalnám az én tapasztalataim alapján. Egyrészt kell egy szakmai tudás, amit meg kell szerezni. Ennek egy részét meg lehet az iskolában szerezni, a másik részéhez mindenképpen kell a gyakorlat. A legfontosabb az, hogy valaki érezzen affinitást. Ez egy igen sokrétű és nem nyugodt munka. Tehát aki csak íróasztalnál akar ülni, dolgozni, és úgy gondolja, hogy 8-tól 4-ig dolgozok, leteszem a tollat, hazamegyek, az ne válassza ezt a szakmát, ez nem olyan. Aki viszont szereti a kihívásokat, aki nem szeret unatkozni, aki minden nap mást akar csinálni, annak tudom ajánlani, hogy vágjon bele, próbálja meg. Nagyon sok örömöt tud okozni. Én 40 éve, vagy talán már egy kicsit több is, hogy csinálom ezt. Nekem minden nap új. Minden nap történik valami olyan, ami miatt érdemes bejönni dolgozni. Én a mai napig a folyosón, ha bejövök, mosolygok. Itt van egy igazgató úr, aki egy-egy olyan napomon, amikor éppen nem mosolygós vagyok, meg szokta kérdezni, hogy mi a baj, mert hogy nem ér fülig a szám. Én azt szeretném kívánni az új logisztikai szakembereknek, hogy valami ilyesmit érezzenek ennyi után. Ervin, gondolom, hogy te is osztod valamilyen szinten ezeket a gondolatokat. Mi mindennel lehet ezt még kiegészíteni? Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Hát én 22 éve vagyok itt a cégnél, és én úgy kerültem ide, hogy előtte tanárként dolgoztam, és egy teljesen véletlen folytán jelentkeztem a nyíregyházi irodába felvételre, és engem vettek föl. Így majd kiderült, remélem, hogy megérte a cégnek, hogy akkor is ott oda kerültem, ahova. Én azt kell mondjam, hogy amikor elkezdtem ezt a szakmát, először is jó mentorom volt, egy nagyon-nagyon jó szakemberrel dolgozhattam együtt, és ami nagyon fontos volt rögtön a kezdetektől, és azt hiszem, hogy a mai napig nem halt ki belőlem, legalábbis nagyon remélem, az, hogy amikor megoldottam egy feladatot, ami előttem állt, és az legyen egy fuvar feladat, akkor 5 másodpercig mindig azt éreztem, hogy ez olyan jó, mert ezt most én oldottam meg. És ez maradjon meg mindenkiben, aki ide kerül, vagy itt akar dolgozni a cégnél, és mindig ezt mondom a kollégáknak is, hogy ez csak 5 másodpercig tartson, de tartson, és legyen ilyen, mert ha nem, akkor ez csak egy sablon munka lesz, az senkinek nem jó. Sem a dolgozóknak, sem a cégnek. Kiegészítve, igen, mitől jó egy fuvarszervező? Én 3 dolgot említenék, és nagyon egyszerűen fogom elmagyarázni. Legyen gyors és pontos információkat adjon. Mire gondolok itt? Ez az a szakma, ahol mindenki ismer ezt a verset, hogy pató párul, elráérünk arra még. Ez ne legyen. Legyen az, hogyha kapok egy feladatot, kapok egy problémát magam elé, azt akkor is ott gyorsan és azonnal meg akarom oldani. Mert ha én vagyok az első, az egy fél sikert jelent. Legyek kreatív és jó szervezőkészségem legyen. Mire gondolok? Van egy probléma, amit meg kell oldjak, és úgy gondolom, hogy már mindent kitaláltam arra a problémára, és még mindig nem sikerült. Megoldanom, mert eddig még nem találtam meg azt a dolgot, amivel ezt a problémát meg fogom oldani. Így jön képbe az, hogy valaki legyen kreatív. Oké, ezt most így nem tudtam megoldani, nézzük, milyen lehetőségek vannak még. És hogyha azt megtaláltam, akkor jó szervező vagyok, és kreatív ember vagyok, és ez a szakma ezt igényli. Legyek határozott, de legyek diplomatikus. Ez azt jelenti, hogy egy fuvarszervező, egy szállítmányozó egy egész nap akár 30-40 emberrel is beszél. Ezek között van sofőr,
van ügyintéző, adott esetben lehet egy gyárigazgató is, és igazából nem mindegy, hogy kivel hogy beszélünk, nyilván meg kell találni a megfelelő hangnemet, de emellett, és alázatot, de emellett legyek határozott is, igenis álljak ki a saját érdekem és saját véleményem mellett. Ha valaki ilyen, akkor az annak itt a helye. Ha nem ilyen, akkor nagyon nehéz neki ez a szakma. Én úgy gondolom, hogy ez a három dolog az, ami nagyon-nagyon kell. Nyilván sok mindent tudnék még mondani, meg lehetne mondani, de ez a három dolog az, amit most így hirtelen eszembe jutott, és úgy gondolom, hogy ezek nélkül nagyon nehéz lenne itt dolgozni. Mondtad ugye a probléma megoldási képességet, hogyha az ember folyamatosan pozitív sikereket ér el, már pedig ti ezt azért elmondhatjátok, feltételezem, hogy a folyamatos motivációt ez azért mindenképp fenntartja. Nyilván ez egyértelmű. Tehát minél több pozitív visszajelzést kapok, és itt érek vissza arra az első gondolat, amit mondtam, hogy igen, 5 percre érezzem azt, hogy ezt én csináltam, ez egy pozitív visszajelzés saját magamtól, saját magamnak. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Köszönjük szépen, és látom, hogy Viktor már alig várja, hogy szintén hozzátegye a saját gondolatait. Ugye csatlakoznék ezekhez, amiket ti elmondtatok. Kicsit nehéz a dolgom, de mindenképpen azt szeretném hozzátenni, hogy tehát elsősorban a hozzáállásatok az nem mindegy ez. Tehát, hogyha gyakorlatilag ugye úgy állok hozzá egy feladathoz, hogy megoldom. Ez nagyon fontos mindenféleképpen. Bármilyen nehéz, esetleg kell hozzá segítséget kérnem, vagy bármi, de megoldom. Maga az attitűd, az meg kell, hogy legyen bennetek ahhoz, hogy egyszerűen siker legyen a végére. Tehát ez az első számú szerintem, ami kell ahhoz, hogy eredményeket érjek el. Igazából túl sok mindent nagyon már nem tudok hozzátenni, mert hárman mondták előttem, hogy mi kell ehhez. Igazából fogadjátok meg az ő tanácsokat, mert igaz. Tehát probléma megoldókészség, ugye azt sem árt fejleszteni. Így fiatalon ugye még sok kihívás áll előttem, és igazából próbálok én is a tapasztalatoktól információt elnyelni, és ugye ezt hasznosítani a saját magam számára is. Hát, nagyjából igazából ennyi, tehát tényleg nem tudok úgymond sokkal több hasznos dolgot hozzátenni. Viktor, akkor nem akarok a szabadba vágni, de muszáj vagyok rákérdezni. Itt azért próbáljuk ezt a kerekasztal beszélgetést tényleg úgy irányítani, hogy példákat is felhozunk majd, érdekességeket. Ugye említettem, hogy te tulajdonképpen 4-5 éves korodban ezen a helyen vagy, ahol a kamera áll, például figyelted a kamionokat, és ilyen árgus szemekkel hát bámultad őket. Te egy szerencsés fiatalember vagy egyébként, mert 6 évesen te tudtad, hogy te a Transmednél akarsz dolgozni. Nagyjából így volt ugye ez a történet. Igen, rengeteget rajzoltam otthon kisebb-nagyobb kamionokat, Transpedes logóval ugye, fiú vagyok, érdekeltek ezek a dolgok, és valóban mondhatom szerencsésnek magamat ugye egyébként, mert ugye valamilyen szinten a cég mellett nőttem fel, ugye láttam, hogy miből lett mivé, és hát számomra ez példaértékű egyébként a mai világban, hogy tehát ott tart a cég, ahol tart, és ez egy nagyon pozitív dolog szerintem. És ugye nem utolsó sorban, hogy ezt gyerek feljár már, én ugye elkezdtem látni, vagy hát hogy mondjam, érdekelni ez az egész, és valóban szerencsésnek mondhatom magam, hogy most itt ülhetek veletek, ugye, és beszélhetünk erről közösen. Akkor nézzük a következő kérdést, és ha nem haragszol, akkor most Ervinnek passzolnám előbb oda a labdát. A szállítmányozás, tehát maga a szállítmányozás az elmúlt 20 évben az mennyit változott? Mert ugye hát, nem kevés változáson esett azért keresztül. Teljesen egyszerű a válasz. Teljesen megváltozott. Jó, nem teljesen változott meg, most hazudtam. Egyetlen dolog nem változott meg. Ugye mindenki tudja, hogy mi az alapfeladat egy szállítmányozónak. Van egy áru, el kell vigyen valahonnan valahova, valamikor, valamivel, valamennyiért. Ez az alapkoncepció, ez nem változott 20 év alatt. Az összes többi minden megváltozott. Képzeljétek el, hogy ti most itt ültök, és az, hogy bekapcsoljátok a számítógépet, az, hogy Skype-oltok, Facebook-oztok, mobiltelefonáltok, bárhonnan a világban, ez teljesen természetes dolog most nektek. Én 22 évvel ezelőtt úgy kerültem Nyíregyházára, hogy volt egy asztali tárcsás telefonunk, és úgy körülbelül ennyi. Ez azt jelentette, hogy
és mondom a példákat, meg kellett írni valamit, egy megbízást, egy visszaigazolást, bármilyen dokumentumot, akkor is voltak már szabványok, megírtuk kézzel. Aztán jött egy óriási váltás, lett egy olyan fekete írógépünk, amit úgy mindenki ismer, tudja, az a kopácsolós. Lett egy ilyen kopácsolós írógépünk, hát nem volt könnyű megírni vele egy feladatot, de megtettük. Aztán elektromos írógépünk volt, ahol az volt a probléma, hogy úristen, most ez már 10 betűt beírt, ezt hogy kell visszatörölni. És aztán utána jöttek a számítógép, és hát ma már ez egy teljesen természetes dolog, hogy bekapcsolod, rengeteg program van rajta, és az alapján másodperceken belül mindent meg tudsz nézni. Mondom a másik példát, ugye az, hogy most belépsz egy Google Maps-be, vagy bármilyen térkép programba, és beütött, hogy Debrecen, Hamburg, és kidob neked legalább 3 variációt, és akkor egyszerűen azt mondta, hogy jó, akkor 2-es verziót szeretném látni, és mindent elmond róla. Ez abban a 22 évvel ezelőtt úgy működött, hogy volt egy spirálos Európa térképünk, és megvolt ez a Debrecen-Hamburg, akkor kikilométereztük Debrecen-Budapest, Budapest-Győr, Győr-Pozsony, és így tovább, és összeadogattuk azokat a számokat, amiket ott voltak mellette, tehát 50 kilométer, 100 kilométer, és így tovább, és kijött az, hogy 1422 kilométer, körülbelül mondjuk 5 perc alatt, amit most 2 másodperc alatt megmond neked a számítógép. Tehát ezek azok a példák, ami, tehát hogy értsétek azt, hogy mi változott gyakorlatilag. Ezek olyan változások, amit így 20 akárhány évesen azt mondta, hogy ez biztos valami városi legenda. Nem, ez úgy volt. És gyakorlatilag az egész munkánk így állt föl. Abban az időben is, az 22 évvel ezelőtt, ami nem egy nagy távolság, volt 6100 tevékenységengedély Magyarországon. Magyarul ennyi autó volt az országban, ennyi fuvarozó, ennyi kocsi. Gyakorlatilag ismertem, hát nem nagyképű leszek, mondjuk a felét. És akkor azt mondtam, hogy a magyar fuvarozóknak ismertem a felét. Ma szerintem legalább 10-szer ennyi autó van az országban. El kell mondjam, hogy a mai fuvarozóknak szerintem a 10%-át nem ismerem. Ez nyilván azt jelenti, hogy ez egyfelől jó, mert rengetegen vagyunk a piacon, másfelől meg nyilván sokan, és ez kockázat is, hatalmas kockázat a szakmára, ránk nézve is. Ez is egy olyan változás, amit egyszerűen felfoghatatlan egy 22 év távlatában. Tehát gyakorlatilag a kérdésedre visszatérve, minden változott, abszolút más a világ ma már a 21. században, akár egy fuvar szervezői szemszögből nézve is. Köszönjük szépen. Anni, szerinted mi a legkardinálisabb változás ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ami úgy egyből beugrik neked? Hát, hogy így. Hogy azonnal. Hogy nincs idő gondolkodni. Szinte pillanatok alatt kell döntéseket hozni, megoldásokat, megbízóknak igent, nemet mondani. Azért korábban egy kicsit lassabban lehetett, tehát eleve lassabb volt az élet. Fölgyorsultak az események, az elvárások. Ugye a megbízók néha azt hiszik, hogy ezek a kamionok repülnek. A gyártásnál vagy bárminél ők elmaradnak, késnek, kicsúsznak a határidőből. És akkor jön az utolsó pillanat, hát ki? A szállítmányozó. Miért nincs már ott? Hát még föl se raktuk. Hát de miért nem raktuk föl? Mert nincs kész. Tehát, hogy mindenki olyan nagyon gyorsan, nagyon azonnal akar mindent, és senki nem gondol bele, hogy nekem is tenni kéne, hanem mindig az utolsó, azt szokták mondani, ugye, hogy az ostor végén csattan. Hát mi vagyunk az ostor végén. Ahogy hallgatlak benneteket, abszolút az jön le, hogy mind a hárman imádjátok a munkátokat, és tényleg csillogó szemmel tudtok erről a munkakörről beszélni. Nem unalmas, mindig vannak kihívások, meg kell oldani a problémákat. Mindig, tehát folyamatos kihívásokkal néztek szembe gyakorlatilag, de nem hiszem, hogy nincs olyan sztoritok az itt eltöltött pályafutásotok alatt, ami úgy fölkelsz, és azt mondod, hogy hát még mindig nagy nosztalgiával emlékszek vissza egy nagyon izgalmas szállítmányozási sztorira. Ha igen, akkor arra kérlek benneteket, hogy röviden meséljétek el ezt. Viktor, légy szíves. Jó, rendben, akkor kezdem én. Én igazából kettőt hoztam,
hozzátok, amit meg szeretnék osztani, és mind a kettőben arra hívnám fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a kommunikáció a mi szakmánkban, akár percek alatt is történhetnek olyan dolgok, amire abszolút nem számítotok, vagy pedig igen, tehát ez, hogy nagyon fontos a kommunikáció. Az első az egy kicsit komolyabb dolog. Ugye sokan azt gondoljátok, hogy amíg nem indul el a fuvar, gyakorlatilag nem lehet vele baj, nem történhet semmi. Ezt most megcáfolom, de... szerencsére az én feladataim közé tartozik az, hogy fuvarokat bonyolítsak le Európán kívül is távolra, akár Bakuba, ugye Azerbajdzsán, ilyesmi, az valójában be tényleg nem itt van. És egy gyönyörű pénteki napra ébredtünk. Teljes mértékben semmi probléma nem volt, mind a rakodás során, mind a papírokkal, minden rendben volt, teljesen odáig, hogy az a lényeg, hogy a gyógyszerszállítás folyamata az úgy történik, hogy egyfajta hőmérsékleten szállítjuk a gyógyszereket. Ezt bizonyítani úgy tudjuk, hogy a fúrtatás kezdetekor és végekor a pótkocsin lévő nyomtatóval nyomtatunk egy szalagot, ami mutatja az adott időt és a hőmérsékletet hozzá. Nyilván minőségbiztosítási szempontból fontos, hogy az adott időt mutassa, tehát hogyha 2 órát előre megy, hátra megy, az nem jó, nem elfogadható. Úgyhogy a megbízónk ezt kritizálta is, így hát a rakodás után mi úgy döntöttünk, hogy közöljük az alvállalkozóval, hogy a raktorás megtörtént, akkor a felrakodó területtől 2, illetve 5 percre van egy ilyen szerviz, ahol 3 perc alatt ezt beállítják, ezzel nincs is gond. Tehát kezdem akkor. Megtörtént a rakodás, semmi baj nem volt. Észrevették, hogy a nyomtató problémát átállítottuk, vagy hogy állítsuk át rendben, akkor ugye felhívtuk az alvállalkozót, hogy ez a probléma, a hely nincs messze a megbízónktól, úgyhogy menjen át a kamion, amint végzett a rakodása, megvan minden papírja, állítsák át, mi ezt leigazoljuk majd, és mehet tovább. Na, az ominózus eset úgy történt, hogy a rakodás megtörtént, lezárták a kamiont egy plombával. Ez egy olyan zár, amit csak hivatalos személy oldhat fel, illetve a lerakodó helyen. Leadtuk az információt az alvállalkozónak, hogy csinálják meg a nyomtató átállítását, ők el is indultak. A portás a felrakó helyről kiengedte a kamiont, papírok nélkül. A portás úgy elengedte az autót, közben a megbízó hívott engem, hogy az autó elment a papírok nélkül. Mondom, ajaj, ez eléggé nagy probléma, ugyanis ugye kell, hogy a dokumentáció a sofőrt kísérje. Hívtam az alvállalkozót, egy pillanat, az első hívásommal nem kaptam választ, nem vette fel. Ugye az idő telik, most körülbelül tartunk olyan 10-15-10 percnél, és a kamion odaért a szervizbe, elkezdték átállítani a nyomtató idejére szolgáló eszköz, ami mutatja, hogy ugye a pontos időt rajta. Mire felfogtam, hogy mi történik, tehát az egész alatt a megbízónk közben felhívta a rendőrséget, hogy a kamion lelépett a felrakó helyről. Ott már fogtam a fejemet, hogy atya úristen, hogy mászok ki ebből az egész kavalkádba, hogy már rendőrséget bevonták. Angolul beszélek a megbízónkkal, angolul beszélek az alvállalkozónkkal, magyarul beszélek a megbízónkkal. Egy nagy kavalkád az egész 5 perc, körülbelül 5 perc, vagy maximum 10 alatt történt az egész, hogy a felrakó helyre kiért a rendőrség, a sofőrünk visszaért a normális beállított nyomtatóval, és a megbízós elnézést kért tőlünk. Tehát igazából a dolog az, hogy ebből egy nagyon komoly probléma lehetett volna. Ugye belevonták a rendőrséget is gyakorlatilag, mind azért, mert egy olyan 2-3 percig nem tudtam telefonálni, nem értem el senkit. Tehát az alvállalkozónkat, ugye nem vette fel a telefon, nem tudtam neki értelmesen elmondani, hogy mi a probléma. Ugye a megbízó nem tudott engem se hívni, mert folyamatosan telefonálásban voltam, és gyakorlatilag ebből az egészből egy hatalmas stressz bomba jött felém, igazából a semmiért, mert a vége az lett, hogy kezdett fogott mindenki mindenkivel, a portás bácsi mondta, hogy sajnálja, ez az ő hibája volt, hogy elengedte az autót, a rendőrség szépen visszavonult a helyszínről, és utána mehetett a kamion
kedve módja szerint Azerbajdzsánba. Egy nyugtatót nem kellett azért. Hát gondolkodtam rajta nagyon abban. Higgyétek el, ez így nagyon snasznak hangzik, de az a felelősség, ami ilyenkor rajtad van, és hát azt így nagyon nehéz higgadtan és nyugodtan kezelni egy ilyen helyzetben, de hát ugye egyedül vagy, ezt mondtam ugye az előbb, a hozzáállás az nagyon fontos, hogy megoldod itt is. Tök mindegy, hogy mi történik, meteorit esik a földre, elmegy a fuvaros, stb. Mindegy, megoldod, az a lényeg. A következő viszont egy nagyon kedves kis történet, egy idősebb sofőrünkhöz csatlakozik. Igazából azt kell egyébként róla tudni, hogy nagyon megbízható sofőr, tényleg jól végzi a dolgát, egy rossz szót nem tudnék rá mondani. Azt hiszem, hogy Spanyolországban vártunk a rakodásra, de reggel közölték velünk, hogy valószínűleg a délután folyamán lesz kész az áru, ugye, ahogy Ani is említette az előbb, hogy már ott vagyunk, de nincs áru. Tájékoztattuk a sofőrt erről, mondtuk neki, hogy várakozzon egy helybe, hamarosan kész lesz az áru, és akkor elkezdjük a rakodást. Napközben ugye nem nagyon kaptunk információt, nézegettük a GPS felületen a kamiont, hogy áll egy helybe, nincsen semmi, várakozik szépen, ugye nem telik a vezetés ideje, a munkaideje, várunk. Délután 4 órakor megkaptuk az információt, hogy na, akkor elkezdődhet a rakodás, és igazából egy olyan 20-25 percen belül indulhat a kamion. Ez így is történt, megtörtént a rakodás, megkaptuk az infót, a papírokat, mehet az autó. Felhívtuk a kedves sofőr bácsit, hogy na, akkor ugye megvan minden, remek a dolog, és akkor indulhatunk. Teljes vezetésidővel, munkaidővel rendelkezünk, mehetünk nagyon sokáig. Igen ám, de a sofőr bácsi egy kicsit hallottam a hangján, hogy valami nem tiszta a dologgal, de nem lehetettem tisztán én se, hogy mi lehet, ezért rákérdeztem, hogy kérem uram, indulhatunk akkor? És akkor... Mert hogy ugye mondtam meg, hogy indulhatunk, akkor megvan mindenünk, teljes vezetésidő, munkaidő, mindennel rendelkezünk, és visszakérdezett a bácsi, hogy ez így nem teljesen igaz, mert ezek nincsenek meg, mondjuk úgy a teljes munkaidőm. És akkor ugye én csodálattal hallgattam a telefon másikén, hogy de hát mégis, kérem uram, válaszolja meg, hogy mi történhetett. Fél perc csend, és aztán megszólal, hogy hát fiam, én követtem az árnyékot. Az autó végig mozgott, ugye meleg volt, sütött a nap, a fa alatt állt az úriember, és ugye minden 10-20-30 percben mozdult egy kicsit az autója, ami azt jelentette, hogy ez vezetésidő, ez munkaidőbe beleszól, úgyhogy végül is sajnos az egész, olyan egész napja, a fél napja így oda lett. Úgyhogy a kommunikációra térnék megint ismételten vissza, ugye, hogy mi sem kérdeztük meg, hogy na, és Sanyi bácsi követi az árnyékot, vagy ott van egy helyben, hogyha megkérdezzük, akkor nyilván nem lett volna ilyen hiba. Úgyhogy ezután, és Sanyi bácsi, csak úgy mondtam egy nevet, elindult. De a lényeg az, hogy kommunikációra figyeltek, mert beleszállhatok egy ilyen hibába is, hogy nem gondoltok arra, hogyha ha az árnyékban vagyunk, akkor hűvös van, és ugye ez ugyanúgy él, hogyha kamionban vagyunk is, szeretünk hűvösben lenni, úgyhogy az árnyékot követni kell. Úgy igazából ez az aranyos kis történetem lenne. Brazilok mondjuk egy 40 részes sorozatot ebből a két sztoriból simán tudnának szerintem forgatni. Ani, gondolom, hogy te is jó néhány kedves sztori biztos van. Olyan nap nincs, hogy ne lehetne valamit mondani, hogy ne történne valakivel valami. Én inkább csak az érdekes és pozitív sztorit mesélnék el. Jó néhány évvel ezelőtt, akkor még a gyűjtő légi tengeri szállítmányozást felügyeltem, illetve hát próbáltam abban tevékenykedni. Pesten a nemzetközi vásár területén volt egy motoros kiállítás, ahova Miami-ból kellett volna egy tűzpiros jetskit behozni, amit egy hét alatt kellett volna Miami-ból idevarázsolni, úgy, hogy az amerikai szabályokat nem ismerve, az időeltolódással nem számolva, hát feladták a leckét. Végül is nem Miami-ból repültünk, hanem Orlandóból, mert a Miami gépet már nem értük volna el,
nem Pestre jöttünk, mert nem volt közvetlen járat, nem Bécsbe jöttünk, mert nem fért föl az áru. Végül is Rotterdamban landolt a jetski, amit egy kis furgonnal, egy olyan 14-15 órás úttal egy húzamban hozott be a sofőr. Egy órával a kiállítás megnyitása előtt föltették a jetskit Pesten. Másnap volt fönt kolléganőm, és lefényképezte, hogy sikerült elhozni a jetskit. Ez egy sikerélmény. Összehangolt csapatmunka volt, gondolom. Ervin? Hát én most sokkal rövidebb leszek, mint a többiek. Gérem. Azért mégiscsak elmondok egy sztorit, most így hirtelen eszembe jutott egy dolog. Ugye mindig azok a sztorik maradnak meg, ahol valami probléma volt. Ez általában mindig így van. Tehát a jó dolgok azok úgy természetesek, a problémák meg megragadnak. Akkor gyorsan elmondom. Mi konténert szállítunk egy arab országba, és egyszer elvittünk 20 darab konténert egyszerre hajóval. Eddig itt teljesen szokványos történet. Kiállították a bill of ladinget, itt szakmai emberek ülnek, nyilván tudják, hogy mi az. És ez úgy működik, hogy megkapja az ügyfél, a tisztelt eladó, ebben az esetben az áru tulajdonos, kiküldi a vevőnek, és a vevő ezzel váltja ki az árut a kikötőben. Ez gyakorlatilag azt képzeljétek el a bill of ladingről, hogy ez egy árut megtestesítő papír, ami rossz példával azt mondanám, hogy ha veszek egy lottószelvényt, és elhagyom az ellenőrző példányt, és ezt valaki megtalálja, akkor, és közben lesz egy ötös a lottón, akkor ővé az ötös. Mert hogy ő nála van a szelvény. Ez így is volt, föltette az ügyfél a vevőjének ezt a bill of ladinget, hogy na majd megérkeznek a konténerek, szépen kiváltod, és akkor minden körül. Ja, csak a DHL az elveszítette ezt a bill of ladinget. És volt rajta 20 darab konténer felsorolva. És ugye kérte az ügyfél tőlünk, mi nem hibáztunk szerencsére, kérte tőlünk, hogy hát szóljunk már a hajósoknak, hogy írjanak egy ilyen másik papírt. A hajósat rettenetesen csodálkozott, hogy másik papírt, miről beszélünk? Egyszer egy konténerhez csak is kizárólag egyszer adnak ki papírt, tehát ha nincs meg, akkor nincs meg. És mondtuk, hogy oké, de akkor mit lehet tenni? Ja, akkor az ügyfél járuljon a kasszához, fizesse be a teljes áruértéknek a kettőszörösét, és akkor felveheti a 20 konténer árut. Ez most olyan 200.000 euró volt abban a pillanatban. Hát azért el lehet képzelni, hogy a kedves eladónk, a áru tulajdonosa, egy picit megizzadt a homlok, amikor ezt megtudta, és akkor ott mentek a mindenféle dolgot kitaláltak, hogy hogyan próbáljuk már ezt a konténert kihozni a kikötőbe. Időközben meg is érkeztek természetesen, ahogy ez kell, és kezdett azt fenyegetni bennünket, hogy ráadásul még állásidőt is kell fizessünk a konténerekért. És aztán egyszer csak hívott a gyorsposta bennünket, hogy megtalálták a bill of ladinget. Hát azért ott a szállítmányozók is, és főleg az eladónak a homloka azért picit-picit gyöngyözött, de megkönnyebbülésünkre végül is a történet happy end-el zárult. Úgyhogy ezt csak úgy egy érdekességet mondom el, hogy azért a szállítmányozó, mint olyan, a napi stresszében milyen kihívásokat találkozik, amikor megtudja azt, hogy egy áru érték, amit éppen most keresünk, az 200.000 euró értékben van. Köszönjük szépen, és jön az utolsó kérdés. Ugye nagyon sok olyan munkakör van, egy picit most köszönet fogok mondani, amire azt mondjuk, hogy hát erre a munkára születni kell. Most nyilván arra fogok rákérdezni, hogy szállítmányozónak születni kell, tanulni kell, vagy születni kell és tanulni kell. Akkor már nálam van a mikrofon, akkor most már én mondom. Szerintem is. Nekem vannak a kollégáim között is, meg a eddigi érett tapasztalatom, amit a cégnél különböző emberekkel dolgoztam, és nyilván látja az ember, hogy ki milyen és egyáltalán mit csinál. Én azt mondom, hogy a rátermettség, tehát a készség és képesség, ugye? A képességek azok nagyon-nagyon fontosak, tehát lehet valaki egy nagyon jó fuvarszervező bizonyos szintén még úgy is, hogy előtte nem tanult szakmai, nincsenek szakmai ismeretei, nem tanult szakmát. Nyilván egy bizonyos szint után ez már elengedhetetlen, hogy legyen, de hiába tanul valaki, és van 5 diplomája, és nagyon-nagyon jó szakember, de ha nincs meg az a rátermettség, ami ahhoz kell, hogy jó fuvarszervező legyél, akkor az önmagában nem ér semmit. Tehát igazából a válasz az erre a kérdésre, hogy mindkettő nagyon fontos, mindkettő elengedhetetlen. Én úgy gondolom, és amit előtte elmondtam az első gondolatban, azt a 3 dolgot, ha valaki nem tudja,
úgy gondolja, hogy ő erre alkalmatlan, akkor, és tanulja a szakmát, akkor nagyon jó gondolja meg, hogy hova megy, és nem biztos, hogy a fuvar szervezői állást válassza. De ha úgy gondolja, hogy az a három dolog megvan, és még a szakmai rész is megvan hozzá, akkor nagyon sok szeretettel várjuk, akár ennél a cégnél is. Ani? Hát nekem tapasztalat. Van olyan kolléga, aki úgy került ide, hogy 6 hónapon keresztül szinte minden este úgy ment haza, hogy majd, hogy nem sírva, mert hogy ő ezt nem tudja, nem tudja. Viszont volt benne egy olyan elhatározás, hogy de igenis rá kell jöjjek arra, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, ezt meg lehet tanulni. Tehát a szakmai alap megvolt hozzá, mert képzettsége megvolt, nem találta azt a pluszt, ami ahhoz kell, hogy valakiből fuvarszervező legyen. 6 hónapja ment rá, amikor az első olyan napja volt, hogy hazament, és sikerélménye volt, mert egyedül tudott megoldani egy feladatot. 6 hónapig mindig segítettek. Volt olyan kollégánk, akiben mi azt láttuk, hogy megvan a habitus, beszélni tud, szakmailag fölkészült, tehát hogy ő belőle aztán tényleg az igazi fuvarszervező lesz, és 2 hónap múlva odajött és mondta, hogy ne haragudjak, de ő ezt nem tudja tovább csinálni, mert ő reggel, mikor bejön, már gyomorideggel jön be, mert nem tudja, hogy aznap mit kell csináljon. Ez nem az a szakma, ahol reggel bejövök, és tudom, hogy 4 óráig mi lesz velem. És ő pedig mindene megvolt hozzá, de az a plusz, az hiányzott. Köszönjük szépen, végül abszolút nem utolsó sorban, Viktor. Én csatlakozni Kárvinhez egyébként, én szerintem is születni, és nyilván tanulni is kell. Elengedhetetlen egyszerűen egy idő múlva, hogy ne képezd magad. Tehát fontos az, hogy ugye képezd magad. Az, hogy ugye van egy habitusom, egy jó beszélőkém, egy kis üzleti érzékem, ez egy jó dolog, úgy gondolom, de egyszerűen képezned kell magad, hogy a mindennapi kihívásoknak, az újdonságoknak oda tudja állni, úgyhogy hogy tudsz róla, van róla fogalmad, nem pedig csak jó az üzleti érzékem, és ebben jó vagyok. Tehát igen, én azt gondolom, hogy valójában kell egy kis, úgymond a születéssel is felvett érzékek, és nagyon fontos az, hogy legyen lexikális tudás, tanulj, muszáj, kell, és kész. Hát én azt gondolom, mind a hárman hitelesen beszéltetek, meg aki nagyjából óvodás korában már itt kezdi ugye a történetet, az meg természetesen. Ani, Ervé, Viktor, köszönöm szépen nektek ezt a rengeteg érdekességet, és hát egy hosszú-hosszú délelőtt, vagy most már belecsúsztunk ugye a kora délutánba, az elméleti rész ezzel tulajdonképpen véget ért, úgyhogy most már innentől kezdve jön a gyakorlat. Én azt gondolom, hogy a előadóink, beszélgetni partnereim egy nagy tapsot mindenképp megérdemelnek.